A részvét elülteti majd a virágot, s a nektár biztosítva lesz. Az özvegy csipketerítőt befonja a pók. Mészöly Miklós a Névtelen című versével lett az idei versmondó verseny győztese, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanulója, Szaka Veronika. Felkészítő pedagógusának véleménye szerint nyitottságra és gyakorlatra van szükség ahhoz, hogy valaki megfelelő színvonalon tudjon előadni egy Mészöly verset. Egy különleges alkat kell, egyfajta komolyság, hiszen a Mészöly versekben van egy olyan intellektuális és egzisztenciális problémakör, szinte minden esetben, amit, hogyha nem ért a gyermek, az azonnal látszik. Elsősorban Mészöly meséivel készültek a résztvevők. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondja, annak ellenére, hogy Mészöly verseinél a prózái sokkal ismertebbek, ezek olyan mélységű írások, melyekhez a fiatal korosztály nem biztos, hogy megfelelően ért. És ez számtalan versenyen ki is ütközik. Ennek ellenére, mondja Csötönyi László, fontos, hogy minőségi irodalmat kapjanak a kezükbe a gyerekek. Tucatnyi lelkes gyerkőc, akik eljöttek, választottak verset és prózát, és a mai alkalommal is megmutatják, hogy azért a mai világban is még érdemes kortárs, vagy akár ma, vagy nemrég élt, vagy élő költők, illetve prózaírok műveihez nyúlni. Az emléknap kapcsán a versmondó verseny mellett fotókiállítás nyílt a Mészöly család életéből, valamint a születésnapon, január 19-én Adorjáni Endre szobrászművész Mészöly Miklós szobrának avatására kerül sor, valamint a hagyományoknak megfelelően átadják az íróról elnevezett díjat és emlékplakettet is.